Szép estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőinket! Önök szeptember 13-án hétfő este a Tatai Körzeti Televízió hírháttér műsorát, a hírszemlét láthatják. Adásunkban egy aktuális és kiemelt témával foglalkozunk bővebben. A teljes közösséget megmozgatja Süttőn a Kőkövön Fesztivál. A helyi civil szervezetek, így a dr. Sági Antal környezetvédelmi és kulturális egylet tagjai számára is kiemelten fontos, hogy a rendezvény családi, szórakoztató és kulturális esemény legyen. Ennek részleteiről beszélt Czerman Katalin, az egylet tagja. Községünkben a környezetvédelemmel és a kulturális örökséggel foglalkozunk. Ez madárvédelmi programot és nagyon sok szemétszedést, mindenféle ilyen környezetvédelemmel kapcsolatos teendőt és oktatásnevelési feladatot is jelent, illetve hát ahogy a fesztivál neve is mutatja, a kőfaragászat a másik nagy szívügyünk, hiszen ennek óriási kultúrája van településünkön, és ezt szeretnénk, ezeknek a hagyományoknak szeretnénk hódolni ezzel az ünneppel is. Egyébként a kőfaragás mondjuk a személyes mindennapi életedben mit képvisel? Minden ilyen információt, ami a kőfaragással kapcsolatos, az gyerekkorom óta szívtam magamba itt a településen, és nagyon szerettük volna, hogyha ennek szánhatunk egy ünnepnapot, hogyha tudunk úgy egy olyan fesztivált szervezni, ami méltóképpen ünnepli ezt meg, és ezzel a kőfaragászattal, a kőfaragással tudunk egy specializált fesztivált szervezni. Egyébként magának, ennek a szakmának az utánpótlását mennyire segíti egy ilyen rendezvény? Hát mi nagyon-nagyon szeretnénk, ha segítené, és igyekszünk kapcsolatokat ápolni a magyarországi olyan intézményekkel, ahol kőfaragászatot oktatnak. Ebben szeretnénk majd a jövőben még szorosabbra fűzni a kapcsolatainkat az oktatási intézményekkel. Milyen szempontok alapján állítjátok össze ilyenkor a programot itt a fesztiválon belül? Mi az, aminek mindenképpen szerepelnie kell a palettában? A fesztiválunk programját elsősorban úgy alkotjuk meg, hogy a teljes család tudjon benne szórakozni és jól érezni magát, illetve azt szeretnénk, hogyha nem pusztán a mulatságról szólna ez a fesztivál, hanem igyekszünk mindig információkat, érdekes előadásokat becsempészni ebbe a napba, hiszen ugye három műszakban tartjuk ezt a napot, a délelőttös, délutános és egy éjszakás műszakunk van, és a délelőttös program az mindig kifejezetten egy előadás és egy bányalátogatás, ahol nagyon-nagyon érdekes előadásokat hallgathattunk az elmúlt 7 évben, Süttő geológiai, geomorfológiai, kőzettani sajátosságairól, és ma pedig egy koravaskori régészeti előadást hallgattunk. Nagyon-nagyon érdekes volt, azt gondolom mindenkinek nagyon sok új információt tartogatott. Nyilván ezen a napon a fókuszba kerül a kőfaragás, de hát hogyan lehet a fókuszban tartani a mindennapok során? Hát igazából a mindennapok során szerintem ez azért eléggé itt van köztünk és velünk. Nagyon sok olyan helyi lakos van, aki ebből él, ezzel foglalkozik, és én azt gondolom, hogy jó egy kicsit más oldalról is a kőfaragászattal foglalkozni, nem mint egy megélhetés, vagy mint egy üzlet, hanem egy kicsit egy ilyen ünneppé tenni magát a kőfaragászatot. Már a rómaiak is ismerték és előszeretettel használták a süttői mészkövet, így a település kőfaragó múltja már 2000 éves. Ez pedig nagybecsben tartja a helyi község, hangsúlyozta Czerman János polgármester. Onnan ered, hogy a Gerecsében természeti kincsként előforduló mészkő itt évszázados kőipari tevékenységet hívott életre, és ez ma is meghatározó. Itt működik Közép-Európa legnagyobb kőfeldolgozó üzeme, és számos más kőfaragó is él a faluban, és hát nagyon büszkék vagyunk, hiszen az összes közintézmény az országban büszkéket azzal, hogy süttői mesterek kezenyomát viselik, parlament, Szegedi Dóm, Kölni Dóm, az Operaház, Mátyás templom, és hát sorolhatnám reggelig. És ennek emlékére találtuk ki, immár azt hiszem 6. alkalommal, hogy ennek emléket állítva megrendezzük a Kőkövön Fesztivált, amely egyébként már a megyei értéktár része, és nagyon büszkék vagyunk rá.
Egyébként a kőfaragásnak a történetét, azt mennyire sikerült nyomon követni, dokumentálni, mennyire tartják Nagybecsben itt a településen? Hát Nagybecsben tartjuk, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezt felkutassuk. Van egy nagyon kedves értéktár bizottságunk, amelynek tagja egy nyugdíjas pedagógus, Barakka Gábor, helytörténész, aki feldolgozta az alapokig ennek az egész tevékenységnek a múltját, és mindent tudunk arról, hogy hogyan keletkezett itt a Gerecsében. Tudjuk azt, hogy olasz kőfaragók érkeztek még akkor, amikor a primáciája volt a Gerecse, kövestül, erdőstől, mindenestől, és az ő nyomán a betelepült svábok vették át ennek a megmunkálását. A kőfejtők általában tardosiak voltak, ma is nyomban, zömében, és a süttőiek pedig faragták a köveket, és még ma is így történik. A közösség a mindennapokban mondjuk mennyire folytatja, kíséri figyelemmel ezt a hagyományt? Nyilván nem csak ez az egy nap, amikor nagyon meghatározó a település kőfaragó múltja. Vannak-e még egyéb lehetőségek, amikor kicsit ebbe bepillantást nyerhet a nagy közönség? Hát az már kicsit visszafogottabb. Tehát, mint mondottam, az nagyobb vállalatok mellett vannak még kis kőfaragó műhelyek, amelyek őrzik ezt a szép hagyományt. De hát a falu képén azért nagyban látszik azt, hogy a házak előtt, tehát a házak része mind kőlábazata van, kő pihenőpadok és egyéb más díszítő elemek kőből vannak, és nagyon szép történelmi pince dűlőink vannak, ahol meghatározó a kő jelenléte, illetve az a megjelenés, ahogy a présházak épültek annak idején. Ha egész magyarországi viszonylatban gondolkozunk, vannak-e még hasonlóak talán az országban, amik ennyire szépen egyben maradtak? Hát ezt sajnos nem tudom, hogy ilyen jellegű rendezvény van-e. Azt tudom, hogy vannak kőfaragó szakmai napok, de az ugye az a szakmának szól, amint természetesen a reneszánsz képviseli a falut. Erről van tudomásom, de hogy ilyen egyesületi szintű rendezvény lenne, azt nem tudom megmondani önnek. Én azt gondolnám, hogy nem lenne baj, ha lenne, mert máshogy is vannak kőfaragászatra alkalmas hegyeink, de azt gondolom, hogy jelen pillanatban a Gerecsében bányászott ki az egyik legmeghatározóbb. Település életében el lehet mondani, hogy ez a legnagyobb rendezvény, vagy azért még van itt a programban bőven látnivaló érdekesség? Igen, amióta ezt rendezzük, azóta úgy növi ki magát, hogy már mindenképpen a legnagyobb, de természetesen vannak más rendezvényeink is, és nálunk az a szokás, hogy nincsen az önkormányzatnak rendező bizottsága, hogy így mondjam, hanem minden rendezvénynek egy civil szervezet adja. És így a Rákóczi Szövetség borversenyt tart, a tűzoltók nemzetközi tűzoltóversenyt tartanak, van egy nemzetiségi önkormányzatunk, egy családi napot tartanak, adventi vásárt szerveznek, van egy alapítványunk, amely az eddigi legnagyobb rendezvényt, a süttői vigadalmat rendezi, ugye az a pandémia sajnos nem sikerült, de az volt a legjobb, a legnagyobb az a főtéren, egy nagyon, nagyon szép patinás környezetben zajlott, ez most elmaradt. De most hál' Istennek kaptunk támogatást, és megvalósul ez a rendezvény, amely most szerintem tényleg a legnagyobb lesz. Most itt, hát így a nyár utó hangjaként, milyen fontosabb eseményekre várhatnak még a település lakói, milyen fontosabb események vannak még soron? Hát, ha nem is eseményt mondok, de azt mindenképp el kell mondanom, hogy a falu kapott támogatást egy vadonatúj óvoda és bölcsőde megépítésére 300 millió forintot, és annak a finiséhez érkezik lassan a vállalkozó, és ez mindenképpen óriási dolog a falu értelében. Mondhatni azt, hogy 100 évenként fordul ez elő. Hát kicsit csúsztunk, mert 1910-ben épült az iskola, ami mai napig egy gyönyörű szép intézmény, és ezt a funkciót tölti be, és hát ez kicsit csúszva, egy újabb 100 év múlva ismét egy új oktatási intézmény szolgálja majd a falut, a nebulókat, ez pedig az óvoda lesz, amit jövőre szeretnénk majd átadni. Nagyon érdekes, hogy a mi óvodánk az egy nagyon szép patinás épületben van, méghozzá a kőfaragó vállalat alapítójának volt a kúriája. Ez egy nagyon szép épület, és az óvodai funkcióval kicsit átalakult, ami nem tett jót. És az a nagy vágya a jelenlegi reneszánsz tulajdonosnak, Balogh Miklós úrnak, hogy ezt ő vissza szeretné úgy építeni, alakítani, ahogy az annak idején volt, és ezért gondoltuk, hogy akkor mi megköszönjük szépen az eddigi jelenlétet, és átköltözünk egy új óvodába, ami az ő nagyon sok támogatást nyújt majd természetesen, kőanyagban főként.
1989-re nyúlik vissza a kőfaragó és műkőkészítő vállalkozók országos ipartestületének megalakulása. Csapuha Tamás, a szervezet titkára kiemelte, legfontosabb feladatok a szakemberek védelme és a szakma utánpótlásának biztosítása. Először is azzal kezdeném, hogy országos szakmai szervezetként, egyedülként Komárom-Esztergom megyében 1989-ben alakítottuk a szervezetünket, Tattabányán, és egyébként azt is el kell, hogy mondjam, hogy az alakítás gondolata az tulajdonképpen Tatán történt meg, 1986-ban a kis táborban, akkor a megyei kőfaragók kitalálták, hogy legyen egy országos szakmai nap. Tulajdonképpen az az első ilyen országos rendezvény, és ott kialakult egy szervezőbizottság, és 89-ben elsők között alakítottunk egy önálló szakmai szervezetet. Hát a feladatunk az nyilván a kőfaragó szakmának a védelme, a kollégáink védelme, a szakma presztízsének a védelme, és hát a nagyon-nagyon fontos a szakmai utánpótlásnak a biztosítása. Tulajdonképpen azért is vagyunk itt ezen a rendezvényen, ugye itt rögtön a főbejáratnál a szervezőktől kaptunk egy helyet, ahol reményeink szerint az utánpótlás kedvet fog kapni a szakma választásához. Talán az egyik leglátogatottabb sátor, hogyha arra jártak. Ugye hát egy nagy tradíciókkal rendelkező szakmáról van szó itt sütőn is. Mi az a mai napig, ami mondjuk ugyanaz a szakma részleteit tekintő, és mi az, ami sokat változott? Hát, ami ugyanaz, az tulajdonképpen a kő. Ami nagyon sokat változott, az a technológia. Tehát őseink sokkal nehezebb körülmények között bányáztak akár a követ. Ma délelőtt ugye fönt voltunk egy bányalátogatáson, ott meg a legmodernebb technológiával szinte vágják a követ, szeletelik, mint vajat tulajdonképpen, azt kell, hogy mondjam. Országos szinten van-e, lehet-e még olyan a sütőihez hasonló történelmi gócpont a kőfaragás mesterségében? Én úgy gondolom, hogy nem. Komárom-Esztergom megye mindig is a kőfaragók hazája volt tulajdonképpen. A sütői, illetve a tardosbányai bánya nagyon régi gyökerekkel rendelkezik, úgyhogy ez a mai napig is, sőt büszkék is vagyunk arra, hogy 31. éve tulajdonképpen Komárom-Esztergom megyéből működtetjük az ipartestületünket. A legkisebbeknek a figyelmét talán könnyű megragadni, hogyan lehet ezt a figyelmet aztán a későbbiekben fönntartani, mondjuk, hogyha pályaválasztásról van szó? Hát, hogyha pályaválasztásról van szó, akkor úgy tudjuk fönntartani a figyelmet, hogy gyakorlatilag osztályfőnöki órákra megyünk ki, azokkal a fiatalokkal, akik adott esetben nemzetközi versenyeken már jól szerepeltek, úgy, mint 3 évvel ezelőtt Magyarországon volt a Euroskill, ahol a magyar kőfaragó 3. helyezést érte, erre nagyon-nagyon büszkék vagyunk, mert ugye egy kis szakmáról van szó, és ezeket a sikereket felhasználva megyünk a pályaválasztás előtt álló diákokhoz, hogy válasszák ezt a nagyon szép ős régi szakmát. Egy kőfaragó szakmája egyébként mennyire színes, mennyire változatos, mi minden fér bele? Úgy gondolom, hogy nagyon színes és nagyon szertágazó. Aki nagyon ügyes kézügyességgel rendelkezik, az gyakorlatilag maradandót alkothat, akár több száz éven keresztül. Nézzük csak meg a legnagyobb műemlékeink is, mind-mind a kőfaragók munkáját dicséri. Nézzünk körbe Budapesten a parlament, miből van sütői kőből, azt hiszem, hogy nem kell többet mondanom erről. Munkatársaim nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Önök szeptember 13-án hétfő este a Tatai Körzeti Televízió Hírszemle című műsorát láthatták. Adásunkkal holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Tartsanak velünk a folytatásban is, hiszen a körzet legfontosabb híreit foglaljuk össze önöknek még egyszer. A viszontlátásra!